Jó reggelt kívánok! Tán fél kilenc van, és késésben vagyok, ugyanis Dórihoz megyek jóga órára. Közel van egyébként hozzám jóga labor, utána pedig a kis gyorsan haza. Ezt tüsziket leviszem, mert még basszus nem vittem le. Mosom is meg a hajam, mert mint láthatjátok, csupa zsír. És elkészítek egy steampod képet, amit én ma délig le kéne adnom. Úgyhogy ez a prioritás, hogy ezt mindenképp megcsinálom most így reggel, délelőtt. Na, most már így marad a hajam, mert remélem jól hallottok és jól állítottam be a kamerát. Arra gondoltam, hogy még megmutatnám nektek gyorsan a csomagjaimat, amiket tegnap elkezdtem megmutogatni, aztán nem volt már rá időm. Van egy Valentino csomagom, a Valentinoval még van egy együttműködésem, illetve egész évben együttműködtem velük, és ez az ajándékcsomagjuk, amit küldtek. És kaptam még egy nagyobb csomagot is, de azt még nem szeretném megmutatni, mert lesz vele egy posztom, nem is akármilyen posztom, úgyhogy azt még kicsit háttérbe szorítanám. Viszont az ajándékcsomaguk isteni, ezt is már kibontottam és megnéztem. Ide mellé tettem a Bioderma csomagot, ugyanis tőlük is kaptam egy-két apróságot. Aztán érkezett egy hatalmas Dior csomag, ami lélegzetelállítóan gyönyörű, és hát a Visitől is kaptam egy karácsonyi csomagot, hiszen egész évben velük együtt dolgoztam, úgyhogy nézzük meg! Ja, egy gyorsan kipakoltam, és ezt arrébb is rakom. Természetesen a tipikus illatokat kaptam, ami egyszerűen szenzációs. Muszáj. Fújnom. Igen, az a jó benne, hogy nagyon, szerintem nagyon téli illat egyébként, ilyen jó édes illat, úgyhogy azt hiszem most fogom a legjobban szeretni használni, mert már nagyon-nagyon-nagyon finom, és tényleg örülök, hogy ennyi után pótlásom van ebből a parfümből. Tényleg már konkrétan nem tudom hova rakni, annyira sok ilyen parfümöm van, nagyon szeretem, és köszönöm a Valentinának is az egész éves munkájukat. Jöjjön a Visi. A Visivel szerintem tényleg egy éve már együtt működő. Nagyon kis vászontáskába küldték, amit szerintem így bevásárláshoz sose elég ilyen vászontáskából. Visi termálvíz van benne, ami nagyon-nagyon jó egyébként a káros környezeti hatások ellen. Az időjárás, a stressz, minden, ami egyszerűen így körülveszi a napunkat és rontja a bőrünket. Én kiszerelését és formáját nagyon szeretem, a hatóanyag egyébként kb. Egy és ugyanaz. Valamelyiket csak a szemre lehet, de általában azért ezeket el lehet dolgozni szépen a bőrön. Szóval én ezt nagyon-nagyon köszönöm és nagyon szeretem, hogy gondolt rám a márka, illetve ez nem tudom, de hát ez egy, nézzük meg. Úristen! Oké, ez rózsakvarc alap. Tudom, ilyenem már van, ilyen rollerem, amivel így az arcomat szoktam masszírozni. Általában pont ezzel szoktam bele masszírozni a szérumot, szóval én ezt nagyon-nagyon szeretem. De ilyenem még nincs, ez egy guasa, kő, vagy így nem tudom, hogy kell kiejteni. Na, én egyszer voltam egy guasa masszázson, és látszódott egyből rögtön a masszázs után, hogy mennyire kontúrosabb lett az arcom, és hogy mennyire szép lett így az arcomnak a textúrája is, meg így a hogy mondjam, hát üdébb lett sokkal, illetve méregtelenítette, úgymond ez a sok húzavona. Úgyhogy nagyon köszönöm, mert ez hiányzott szépségápolásomból, egy ilyen kő, amivel így talán tudom a kis pocok fejemet fixálni, és masszírozni, és az utolsó kis csomag ebben a napban, amit így belepasszírozok, az a Bioderma csomag, és itt egy nagy doboz kaptam, de kibontottam a dobozból, és az irodába hagytam. A Biodermának a kézkrémét már használtam, illetve az arclemosót, a micellás vízüket nagyon-nagyon szeretem. De ezek mik? Kétfázisú kézfertőtlenítő és kézápoló. Hidratáló hatású alkoholos kézfertőtlenítő, kettős hatás. Hatékony a vírusokkal és a baktériumokkal. Lipidótoló és hipotító. Hát ugye ilyet még nem láttam, hogy ami ápolja is a kezet és alkoholos is.
Erre nagyon kíváncsi vagyok. Kaptam tőlük még egy olajtusfürdőt. Ez viszont nagyon jó, erről már hallottam. Gazdagon tápláló olajtusfürdő megszünteti a bőrirritációt. Oké, ezt kipróbálom. És szerintem ezt próbáltam is valamelyik barátnőmnél, szerintem ez már volt, vagy én vettem, anyukám vette, nem tudom. Lényeg az, hogy napon ilyet kerestem, mert valamikor nem csak a kezemen van ez a hideg allergia és ekcéma, hanem így az egész testemen, és viszketek mindenhol, mintha kb. Rühes lennék, de nem vagyok nyilván, csak valahogy irritálódik a bőröm, anyukám szerint a stressz miatt van mindez, nem tudom, de egyébként az tényleg igaz, hogy így egyik pillanatról a másikra sokszor csak így random, amikor egy kis stresszesebb időszak van, akkor kezdődik fel erősödni ez az ekcéma, meg viszketés, úgyhogy ilyenkor tényleg jó lesne a testemnek egy olyan tusfürdő, amilyen mindenmentes és nagyon szuper. Tepleló védő és nyugtató kézkrém. Magába szívja, és ez annyira jó, annyira finom, hogy mégis tudom, hogy olajos, meg táplálja a kezemen, de nincs ez a nagyon ragadós érzés. És az utolsó termék, amit kaptam tőlük, az egy bőrnyugtató viszketés csillapító spré. Wow, száraz, nagyon száraz, atópiás, irritált bőre ellenő időszakban felépülő viszketés esetén. Wow, én azt hittem, hogy ez egy arspré a hőség ellen, bármint ezt minek küldtek volna. Köszönöm, hogy gondoltatok rám, ki fogok mindent próbálni, és hogyha érdekel esetleg titeket, vagy ti is használtatok már belőle valamit, akkor szóljatok. Nagyon köszi! Elfonya? Szereted az elfonyát? Köszi! Gyere itt az... Most már hatalmas rendrakásba vagyunk, ugyanis eléggé beesteledett, és tök jó, mert Csongor most már alig fog dolgozni idén, és így lesz időnk, meg van időnk az ajándékokat elintézni, és amiket leviszünk majd Pécsre, ajándékokat összeállítani. Anyukámnak is megvan a karácsonyi ajándék, szóval tökre örülök, és hát... most van időnk este, így az a tervünk, hogy fennmaradunk tök sokáig, mert megvárjuk Csongor szüli napját, akkor ajándékozok, és jaj, zúg a fülem, és holnap reggel még annyi a dolgunk, hogy fél kilencre béreltem egy stúdiót, ahol még lefotózok az utolsó kampányanyagokat, amiket hétvégén még le kell adnom, de az gyorsan el lesz intézve, aztán már csak az ünnepléssel fogunk törődni, és hát ehhez készülünk most így össze, illetve hatalmas kufleráj van a szekrényemben. Olyan, hogy annyira szégyellem megmutatni, mert tényleg így tök kicsi helyen van, úgymond így a gardróbban, vagy hogy mondjam, a gardrób szekrényben, és nem tudok jól rendszerezni, természetemből adódóan, és rám jön az 5 perc havonta egyszer, amikor így kipakolok mindent, és így dühömben így minden nagyon katonásan felsorakoztatok, úgyhogy most ez fog következni. Elfelejtettem a tegnapi vlogot befejezni, úgyhogy valószínűleg egybe vonom a kettőt. Most itt vagyunk szombaton, és itt vagyunk az Expo stúdióban. Letudjuk még az utolsó anyagokat, amiket az évre még le kell adni. Aztán hazamegyünk, aztán majd elmondom, mi lesz. Tök mindegy, most az a lényeg, hogy kicsit dolgozunk Csongorral. Csongornak van a szülinap, így eléggé jól kezdődik a reggel. Anyagot leadtunk, ami délelőtt fotóztunk, elég jól haladtunk, legalább 4 anyagot csináltunk. Csongor nagyon ügyes volt, 2 óra alatt le tudott fotózni, szóval jól álltunk időben. Úgyhogy délelőtt kipipálva, sajnos elment már a nap, és eléggé borús lett az idő.
De jól felöltöztem, pulcsi, 3-4 pulcsi van alattam, meg ez a mellény. És most kijöttünk ide a Margit szigetre, Csongor éppen gördeszkezik, már jó messze van, és Tüsszi meg szalad utána. Úgyhogy Tüsszivel nem nagyon tudtunk délelőtt foglalkozni, és nagyon hősiesen kibírta egyébként a stúdiózást, úgyhogy most, ha látnátok, hogy szalad, mindjárt lekamerázom, nagyon cuki. Na végül én nagyon örülök, hogy így alakult, hogy két napot egy blognak szánom, mert külön-külön vállalhatatlanul rövid lett volna, de így azt hiszem ki tudtam tölteni. És hát nyilván Csongor szülinapjával is szerettem volna törődni, mivel ez az ő napja, de férnék, aztán el is búcsúzok, ugyanis ígértem nektek, hogy lesz még nyereményjáték, és itt is vagyok a másodikkal, de valahogy elszámoltam a napokat, és nem tudom, mi történt, de már mindjárt karácsony van, és attól félek, hogy a harmadik nyereményjáték már nem fog kiférni idénre, ugyanis nem tudom, karácsony előtt lehet a harmadik ajándékot kisorsolni és kipostázni, de hát ha, még tényleg nem tudom, hogy hogy állítsam össze úgy, de azt hiszem itt az egyik ötletem, az pedig az, hogy most elindítom a nyereményjátékot, vasárnap még tudtok játszani, sőt hétfőn is, és hétfőn este pedig sorsolok nyertest, és tényleg ez egy ilyen villámjáték lesz. Na, hát próbáltam úgy összeállítani a csomagot, nem agyaltam túl sokat rajta, de azt hiszem ennek minden lány örülni fog, bocsi fiúk, most rátok, nem gondoltam nagyon, bárki tudja, lehet, hogy ti is élveznétek a luxus fürdőbombákat, ugyanis ezzel el is árultam az első ajándékot, a karácsonyi kis fürdőbombákat nektek adnám, ugyanis kiválasztottam, hogy eldöntöttem, vagyis megszagoltam mindegyiket, és úgy néz ki, hogy ennek a legfinomabb az illata, úgyhogy ezeket mindenképp nektek adnám. Szerintem eléggé feldobja majd a karácsonyi hangulatot, ez a kis karácsonyi fürdőbomba. A második termék, amit belerejtenék a kis csomagba, az a Garniernek a Hair Food csomagja, amit még nyáron próbálhattam ki, ez a görög dinnyés, és hát nem ne haragudjatok, de ez, aki szereti a görög dinnye illatot, meg az ilyen finom illatú dolgokat, akkor dobzódni fogtok, mert ez olyan finom, hogy hihetetlen, sokkal finomabb, mint a banános, meg nem tudom, pedig nagyon sokan szeretik a banánosat, de ez dinnyés, ez valami álom. De a harmadik kis apróság, az egy L'Oréal-os kis szempilla spirál, ami nagyon-nagyon szép, mert én nem nagyon használtam még szempilla spirált, és nem tudom összehasonlítani a dolgokat, de a barátnőm használja, és ő azt mondta, hogy ez brutális szempillákat csinál, szóval go girl, ezek vannak a csomagban, és ezeket tudjátok megnyerni. Három dolgot kell teljesítenetek ugyanúgy, kövessd a YouTube csatornámat, az Instagram profilomat is kövess be, és kommenteld azt, hogy kinek adnád ezt a kis csomagot. Ennyi a kérésem, nem túl kreatív, ugyanaz, mint múltkor, de talán így jól az eszetekbe vésítek, hogy mi a feladat. Úgyhogy ezeket, ha teljesítettétek, akkor hétfőn este fogok sorsolni, és kedd reggel én már fel is adom a postán, vagy pedig személyesen fogunk találkozni. Én most el is búcsúzom, holnap találkozunk, és holnap fogjuk, képzeljétek el, megvenni a fánkat, ami izgi, nem tudom még, hogy visszük majd haza. Aludjátok ki magatokat, és holnap találkozunk, legyen szép vasárnapotok, és estétek, puszitek, sziasztok!